Te mit csinálsz itt? Jó, igen, oké, hogy olyan téma lesz, de na, nem most. Tűnés. Bocs, ezek a gyerekek. Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizódban azonosítatlan repülő tárgyról lesz szó, ugyanis videóra vettem valamit, amit már nagyon sok ismerősömnek megmutattam, és senkinek nincsen ötletesem. Illetve ötletek azok voltak, de hogy mindegyiket meg tudtuk cáfolni, hogy miért nem az, és higgyétek el, nem vagyok ilyen Pataki Attila, hogy elvittek az UFO-k, és hogy jaj, és visszahoztak, és nem őrültem meg, meg semmi ilyesmi. Hiszek az alienekbe, hiszek abban, hogy van intelligens élet a Földön kívül. Ugye most volt egy cikk egyébként nem olyan régen, hogy azt számolták ki kutatók, hogy olyan 36-38 intelligens létforma lehet rajtunk kívül, csak sosem fogunk velük találkozni, mert nagyon messze vannak a galaxisunkon belül. Ugye? És hát az a helyzet, hogy én most videóra vettem valamit 4K-ba a drónnal, és nem tudom, hogy mi az. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok erről egy videót, aztán meglátjuk, majd nyilván lesz millió komment, és remélem, hogy nem csinálok magamból hülyét, és nem az első kommentelő beírja, hogy hát ez tök hülye, vagy hát ez ez. De hogy hát szerintem nem ilyen egyszerű a helyzet. Az történt, az az előzmény, hogy videót vettem föl a drónommal, itt a kertem föl fölrepültem, és a Kiskeve, illetve az Oszolj közötti hegyek felé irányítottam a drón, mert hogy zivatar felhőket akartam videózni, meg villámokat az egyik videómhoz, és így nagyon sokáig ment a kamera. Majd később, amikor elkezdtem megvágni az előző videót, ami az időjárásról szólt, vágás közben, meg fényelés közben észrevettem, hogy ez mi. Én valami fura kis csíkot láttam, konkrétan ezt. Láttátok? Itt kell nézni, tyung, ott megy el a képernyő tetején. Most 150%-on be vagyok zoomolva, tehát ez így nézett ki teljes életnagyságban. Itt fönt bejön, és utána így elmegy erre, és bemegy a zivatar felhőkbe. Valami. Itt van lassításban, bekarikázva, ott jön a cucc. És ilyen nagyon fura az egész jelenség, mert hogy belemegy a felhőkbe, meg nagyon hirtelen változtat irányt, zoomoljunk bele egy kicsit, mondjuk 150%-kal, és ugyancsak a képernyő bal felső sarkát érdemes figyelni. Tak, ott van a cucc. És ilyen tök fura az egész. Na, kockázva. Nézzük meg kockázva. Tehát itt fönt bejön, jobb felül, keresztül a felhőn, ott be is van karikázva szépen, és egy ilyen fekete valami. Tehát valami sötét, benne van a felhő. De amint kijön a felhőből, egy nagyon hirtelen irányváltoztatással, tehát itt ez baromi gyorsan megtörténik, akkor elkezd fényessé válni. Majd megint belemegy a felhőbe, itt keresztül megy egy felhőn, megint kijön a felhőből, és megint fényes, itt a legfényesebb. Egészen furán néz ki. Aztán megy tovább, megint belemegy a felhőbe. Tehát konkrétan a zivatar felhő szélén repül, majd elmegy egészen ott az eső határig, ahol esik, és itt is már nincsen fény, hanem egy ilyen, hát egy valamilyen formájú, inkább ilyen háromszög formájú, mint egy bomba úgy néz ki az egész. Na, és akkor nézzük meg még egyszer, real time, tyum. Tehát ez nem egy timeless felvétel, nagyon fontos, ez 30 frame per szekundummal lett rögzítve, nem timeless, teljesen real time az egész, tehát ez ilyen sebességgel zajlott le. Meg is néztük egyébként, hogy itt a két domb közötti távolság durván 1 kilométer, az ivatarfelhők kb. A dombok fölött voltak, és 2 másodperc alatt, tehát figyeljetek most, 1-2, és ott teszi meg ezt a távolságot, ez az 1 kilométeres távolságot, ami 1800 km/h-nak felel meg, hogyha jól számoltunk, látszik, hogy nagyon-nagyon gyors. Tehát, hogyha hátrébb van egyébként, lehet, hogy hátrébb van kicsit a felhők a dombok mögött, akkor még gyorsabban repül. És akkor elkezdtünk ötletelni, hogy mi lehet ez. Az első gondolatom nekem az volt, hogy valami gömbvillám, de mivel a gömbvillám az mindig fényes kéne, hogy legyen, a felhőket is meg kéne világítsa, ezért ezt kilőttem. Aztán Marcinak az ötlete az volt, hogy ez biztos valami szösz. Kezdjük a szösszel. Vannak szöszök, amik így repülnek a drón kamerákkal szemben, sokan úgy hiszik, hogy azok valami azonosítatlan repülő tárgyak, ufók, de nem. A szösz az így néz ki, itt fog eljönni fölfelé. Tyung, még egyszer. Tehát ez is ilyen nagyon fura, de hogy én ezt tudom, hogy szősz, mert itt van lassítva, nézzétek csak. És ez homályos, ez valami szősz vagy bogár, bármi lehet, amit így hozott a szél, egyébként szemből fújt a szél, és így elrepül a kamera lencséje előtt, az objektív előtt, és akkor ilyen lesz. De ez a tudsz, ez éles.
Azért, mert hogy a hegyekre volt állítva a drónnak az élesség, az én drónom azt tud közelre is fókuszálni, meg távolra is, tehát tudjuk, hogy ez a valami, ez nem közel volt, hiszen éles, nem egy ilyen elmosódott valami. És aztán elkezdtük nézni még a felvételeket, és egyszer csak így, itt nézzétek fölül, találtunk még egyet. Vagy ez ugyanaz. És itt van bekarikázva 50%-os lassítással, de hogy az a helyzet, hogy ez ugyanaz. Mert hogy, figyeljetek, tehát ez itt most elmegy, visszazoomolok. Itt megy, tük-tük-tük-tük-tük-tük, kimegy a képből, és megy fölfelé. Még mindig fölfelé megy, mert mindjárt meglátjátok, hogy miért tudom ezt. Megy szépen fölfelé, most elkezd szépen visszafordulni, egy hatalmas kört ír le, és már jön visszafele, és 3, 2, 1, itt visszatér. Most. És megjött ugyanaz a valami, ami elrepült korábban. Tehát az van, hogy 1.42-nél látjuk itt fönt eljönni ezt, és látjuk 2.12-nél, 2.12-nél visszatérni. Valaki kiszámolt, hogy 1800 km/h halad, akkor mennyit tesz meg? Én ebben már bele sem mentem, de ugye ez valószínűleg ugyanaz a repülő objektum. Aztán, amit még sikerült találni, hogy így még visszább néztem a felvételeket, így kigúvat szemmel, és találtam még egy, illetve még kettő repülő objektumot. Itt repülnek. Egymás fölött inkább, az egyik kicsit előrébb, és nem együtt mozognak. Tehát nézzük meg kikockázva, belezoomolva, azt mondja, hogy 150%-on, itt jön a két valami. Ott van fönt az egyik, és lent a másik. Erre mondhatnám, hogy madarak, mert ezek hasonlóan repülnek, mint a madarak, de hogy az összes többi az meg nem. Tehát, hogy egy madár nem tud 1800 km/h repülni. Ezek egyébként minthogyha közelebb lennének, tehát hogy hosszabbak is, és ilyen egészen furcsán törik a fény, az 50%-os lassítás. Szóval ezek a tények vannak, hogy kb. Tudjuk, hogy hol repül a felhők szélén, milyen távolságban, milyen sebességgel, és ezzel ki is lőhetjük például a versenydrónokat, kilőhetjük a szöszöket, kilőhetjük az utasszállító repülőgépeket. A vadászgépeket azért lőhetjük ki, mert azok nem itt egy kilométer magasan repkednek, meg olyan sok vadászgép nem repül itt Csobánka fölött, kb. Soha, és hallottuk volna hangrobbanást, tehát kint álltunk a teraszon, és hogy tehát emlékeznék erre, hogy azért egy, én Nevadában voltam, és ott hallottam vadászgépet, azt észreveszett. Meteorológiai ballon ugyancsak kilőve, azok nem így néznek ki, nem így mozognak, nem ilyen sebességgel mozognak. Katonai cuccra gondolnék, hogy Amerikában laknék, de hogy ez nem Amerika. És hogy nagyon pici esélyt látok, hogy itt a pont a magyar katonaság kísérletezik mindenféle nagyon gyors ilyen valamilyen cuccal, és ott az ivatar felhőket rendesnék körbe. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi ez. Írjátok meg kommentbe, természetesen nem manipuláltak a felvételek, megvannak az eredeti drónról leszedett felvételek, látszik az EXIF datán, nincs belenyúlva, 3,4 gigabájtos vágatlan snitt egyben, tehát bárkinek meg tudom mutatni, itt van a gépemen, és nem tudjuk, hogy mi ez. Tényleg, engem így nagyon érdekelne, tök jó lenne tudni, hogy mi ez. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez, akkor így megnyugodnék, mert egyfolytában ezen pörög, kb. 150-szer néztem meg ezeket a kis mozgó objektumokat. És egészen fura az egész. És tényleg egy idő után, amikor az ember így egyre többet talál, és akkor hopp, még itt is van, ott is van, itt repül, és ilyen nagyon, és így teljesen máshogy repül, mint bármi, amit így megszoktunk. Tehát főleg ez, ami így föntről bejön, és így hirtelen irányváltásokkal így megkerüli hegyeket, és nagyon gyorsan eltűnik. Ezt nem is érde, most veszem észre, hogy még a végén látszik talán. Aha, nem. Csak már káprázik a szemem. Szóval ugye itt berepül szépen az ivatar felhő szélébe. Aha, ott. Nem tudom mi ez. Tényleg, nagyon durva. Mondjátok meg ti. Egyszerűen gondoltam, hogy muszáj ezt megcsinálnom, mert érdekel, hogy mit szóltok hozzá. És hogy tényleg szabad szem, ezt semmit nem láttam, vágás közben derült ki. Úgyhogy UFO, nem UFO, nem tudom. Minden esetre iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert látjátok,
ilyen UFO-kat is videózok, nem csak elektromos autókat, meg napelemet tettünk föl, az lesz a szombati videó, meg megújul energiákat, meg elektromos robókat, meg ilyesmiket, hanem UFO-kat is most már ez van, nem tettek róla. Mázli, hogy ment ilyen sokáig a drón, és hogy így nem repkedtem vele össze-vissza. Szóval nyomjátok meg a feliratkozás gombot, kövessetek Instagramon, nagyon nagy köszönet a Tiszta Energiáknak, Reg Hozzáértének, Szuperszokónak és a Smart Disconnak, meg persze nektek is, YouTube-osoknak és Patreon-osoknak a támogatásért. A következő epizódig sziasztok, még előtte egy valamit meg kell tennem. Csak hogy...